Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, és jön valami különleges, valami, ami nem megszokott az én csatornámon, és ez a játék pedig a Warframe. Hogy miért csinálom ezt a videót? Egyrészt azért, hogy bemutassam azt a játékot azoknak, akik nem ismerik. Másrészt pedig az én csatornám ugye specifikusan foglalkozik shooterekkel, és időnként úgy érzem, hogy el kell hozzak egy olyan játékot, amit különlegesnek tartok, és bemutassam nektek, hát hogyha megfog titeket is, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én úgy vagyok időnként, hogy úgy ráúrok erre a military shooter kategóriára, egy időnként egy kicsit sok lesz, és ahhoz, hogy egy új lendületet kapjak esetleg, akkor néha áttérek egy más játékra. És valamikor anno, amikor ez a játék megjelent, akkor is úgy volt, és elkezdtem, beregisztráltam egy karaktert, kb. Még a játék elején, de akkor nehezen bírta a gépem is, mert amit látjátok, azért grafikailag szép a játék, és egy akkori Nvidia GTS 250-esre kihívás volt, hát éppen, hogy volt 30 FPS-em, és hát emiatt nagyon élveztem a játékot is, és megint eljött számomra az az időszak, amikor azt mondtam, hogy kicsit unom most így a shootereket, hát mit keresek, jó, Warframe tényleg, és azóta a játék rengeteget fejlődött, sokkal, de sokkal jobb lett. Ugye, mint minden ingyenes játékkal, gyakorlatilag a fejlesztők folyamatosan fejleszik, és próbálják jobbá tenni, becsábítsák a tábort, ami a Warframe esetében, ezt kell mondjam, hogy viszonylag nagy, nem tudom Magyarországon mekkora, de egy világszerte nagy tábora van a Warframe-nek, és ami nagyon-nagyon meglepő, ellentétben a military shooterek kategóriával, a közössége nagyon segítőkész, és nem egymásnak megy, hanem elég segítőkész, nagyon kellemes meglepetések értek gyakorlatilag miközben játszottam, és azt hiszem, hogy ez egy lényeges dolog abban, hogy a játékot bevonzák, és idővel ez a játék fantasztikus lett, és honnan indul a Warframe? Hamarosan rá fogunk térni az új Warframe-re, arra, hogy honnan indul ez a játék most, mit kell csinálni, és azt hiszem, hogy elég izgalmas lépés, úgyhogy most, kedves nézőim, be foglak invitálni titeket a kis űrhajóval, a kis bázisra, akit megláthattok mindent, amit csináltam eddig rövid idő alatt, amíg játszottam a Warframe-mel, és utána rátérünk arra, hogy milyen karakterek vannak az induló karakterekre. Egy ilyen alap bemutató lesz így a játékra azoknak, akik itt nem ismerik is, és hát gyakorlatilag, hogyha úgy adódik, akkor szívesen csinálok erről még videót, vagy bármit lefordítok angolról, hogyha nem értenétek, mondom ezt mindazoknak, akik Warframe-eznek aktívabban. És most akkor jön a kis űrhajóm. Akkor lássuk, honnan is indul a Warframe tulajdonképpen. Hát valonnan innen. Elindítod a játékot, és a tutoriálon keresztül kapsz egy űrhajót. Ez régen nem volt így, ugye a játék nem egy mai darab, gyakorlatilag régen nem volt így, régen kaptál egy Warframe-et, aztán vágjál bele boldogan, és most, ami hosszú idő után beléptem, íme itt van a Warframe, és végig kellett újra játszani a tutoriált, és akkor kaptál egy ilyen űrhajót. Nagyon jó ötlet volt a játékkészítők részéről, hogy bekapják ezt, mert ettől az egész egy olyan enyém érzete van, egy olyan saját érzete van, ez a te kis bázisod. Na de viszont, ahogy ennek lennie kell, és azért ez a bázis tök üres, tehát nem sok minden van benne, ezért gyakorlatilag lesz egy ilyen kis mini kampány, hogy kiépítsd a bázisodat, és azt jó első lépésnek megcsinálni, különben elég sok dologról nem tudsz információt kapni. Nos, hogyan néz ki ez az űrhajó? Ez itt a küldetés részleg, még én magam sem nagyon vagyok benne a küldetésekben, hiszen nemrég kezdtem újra mondjuk így a játékot, valami többre, vagy valami izgalmasabbra vágytam, vagy nem tudom, valami újra, úgyhogy hát akkor legyen Warframe, és még nincs meg az összes bolygó, de ez itt a küldetés részleg, ahol ugye kiválogathatod a különböző dolgokat. Mondom ezt mindazoknak, akik nem ismerik a Warframe-et, és szeretnék valami tényleg igazán izgalmasat és újat kipróbálni. Kiválasztod a különböző küldetéseket, többek között azokat a küldetések, amelyek kellenek az űrhajóhoz, azok mind a Földön lelhetőek föl tulajdonképpen. Aztán ugye az alkatrészek ilyesmiket adnak, mint a market, ahol vásárolhatsz magadnak igazi pénzért, de mint utólag kiderült számomra is, vásárolsz bizonyos ilyen
tervrajzokat, játékbéli pénzéről, ugye, amit itt láthattok, és akkor azt különböző új ruhákat tud adni, legalábbis tervrajzokat a ruhákhoz, és az alkatrészeket a ruhákhoz különböző küldetéseken szerezheted be, fantasztikus kinézetű ruhák vannak, és nagyon jó, mert van egy ilyen kódex részleg, amihez szintén meg kell szerezni az alkatrészt, ahol információkat kaphatsz bizonyos Warframe-ekről tulajdonképpen. Én például jelenleg őt gyártom le, ő egy ilyen tüzes Warframe, tüzes, hát tűz képességei vannak, de nagyon elbemetek és látványos képességei vannak. Hamarosan rá fogok térni. A következő pedig, aki kettőt is gyártok le, tulajdonképpen hirtelen nem találom itt, de mindjárt be őt gyártom le. Őnek ilyen mentális képességei vannak, és különböző pszichikai képességei, és hát elég látványos ő is. És itt információkat kaphatsz meg arról, mik a képességeik mindennek, fegyverekről, stb. Ez is egy alkatrész, amit meg kell szerezni a földről. És tulajdonképpen minden egy olyan kis értelmet nyer, és nagyon jónak néz ki. Aztán van az űrhajó belseje, ahol gyakorlatilag a lényeg történik meg. Mondjuk elég sok időt töltesz a market előtt, hogy melyik új fegyvert vedd meg, vagy melyikre menj rá. Mint minden RPG game játékban szokott lenni, van itt egy ilyen mod rész, amihez megint csak meg kell ugye szerezni az alkatrészt. Nem nehéz küldetések, de jól néz ki tőle az űrhajó. Egyrészt nem tűnik üresnek, ahol gyakorlatilag szerzel egy csomó képességet, amivel kiegészítheted a ruhádat, ezáltal erősebbé teheted, kiegészíted a fegyvereidet, és erősebbé teheted, és a többi, és a többi. Küldetéseken kapod őket gyakorlatilag random, és fejlesztheted tovább őket, mint például ez is már majdnem fel van fejlesztve fullra. Na, ennyi. Rövid, ez mind azoknak, akik nem ismerik a Warframe-et, de tényleg a tudom, hogy nem sokan szeretnétek talán az RPG-t, de nem nagyon szeretnétek belebonyolodni különböző dolgokra, és ezért a Warframe egy egyszerű vonalat tart meg azoknak, akik egyszerűen szeretnék ezt tartani. Itt van például a Foundry, itt craftolhatsz dolgokat, itt ugye mondtam, hogy csinálom az egyik páncélt, itt csinálom már a másik páncélt, a három alkatrésze elkészült, és gyakorlatilag itt készítem el a többi dolgot, amire szükségem van. Te szerzek egy tervrajzot, megszerzem az alkatrészeket, itt megcsinálom, ez is jó. És jöjjön a kis házi állatom gyakorlatilag. Hát itt van. Ritkán adatik meg, hogy az embernek lejön egy ilyen házi állatom, hogy nagyon random dob le itemeket gyakorlatilag a játék. Úgyhogy akad egy idején is, csak drága a fenntartása gyakorlatilag, de nagyon erős, azt meg kell hagyni. Egy inkubátor, ezt is meg kell szerezni ehhez az alkatrészt, hogy itt nem csak gyakorlatilag állatok növekszenek, hanem különböző más dolgokat is. Tehát hosszú, tehát röviden, és alapvetően jól néz ki a játék. Ez az arzenál, így szabhatott testre gyakorlatilag, hogy itt építheted föl a Warframe-ednek, vagyis hát a páncélnak a különböző erősségeit, a fegyvereidhez ugyanígy. Szóval valahol innen indul most a Warframe, ilyen így néz ki. Vannak más fegyvereim is például, és szerezhetsz más fegyvereket, és rakhatok be azokat, de most jelenleg ez van opciónak, úgyhogy őt szeretjük. És ez az űrhajó belső, ez adja, és egy kezdetnek egy egyszerű, jó küldetésekben változatos küldetések játéka ez, nem unalmas, mindig ad valami újat, amit el szeretnél érni gyakorlatilag, és ez a kis mini bázis az egészet egy otthonos dologgá teszi. Itt van a multiplayer módozat, tehát PvP, ahogy szokták ezt mondani, player versus player, de erről egy kicsit majd később is. Kicsit ugorjunk rá magára arra témára, hogy pályák, gameplayek és a többi, és a többi. Csak hogyha most szeretnél letem belevágni a Warframe-be, akkor lássuk, mit tud neked kínálni a Warframe így elsőre. Ugye miután végig tudod a tutorialt, megkapod az űrhajót, és a játék felajánl neked három karakter választási lehetőséget, ennek a három karakternek a neve pedig Meg, Excalibur és Loki. Akit itt láthattuk a videón, hogy a Loki az egyik első karakter, akit megkaptok, és miután rátérnék arra, hogy mitől különlegesek, ezek a Lokik néhány fontos dolog kezdőknek.
Warframe-ben. Az egyik pedig az, hogyha szereted egyszerűen tartani a vonalat egy RPG játékban, mi tudjuk, hogy az RPG játékokban is a Warframe sem képez kivételt, rengeteg tartalmi anyag van, de a Warframe abból különleges, hogy ezt egyszerűen is tudja tartani, és ha nem akarsz belebonyolodni a dolgokba, nem kell, és attól is teljes mértékben kiélvezheted a játékot, és nem kell belemenni nagyon a részletekbe, viszont ha te az a csávó vagy, aki hát RPG mániás, és szereti az apró kis részleteket, detailt és szerepköröket, akkor a Warframe-ben tökéletes mód, tehát nagyon megtalálod a helyedet, és mind a két bázisnak ebből a szempontból nagyon jó kínálatot tud adni. A másik pedig, ha induló karakterednek kapsz egy úgynevezett 50 kreditet. Ez az 50 kredit olyan dolog, amit pénzért vásárolsz, igazi pénzért. Nem drágák venni krediteket, nem drága, de jó, ha elköltöd ezt az 50 kreditet értelmes dolgokra, nem úgy, mint én tettem elején. Ezek az értelmes dolgok talán abban jók, hogy az induló karaktered mellé kapsz még egy üres helyet, ahol egy második páncélt is később felépíthetsz, és ennyi. És utána már igazi, tehát ilyen, igazi pénzkreditért tudsz felnyitni újabb szlotokat. Úgyhogy érdemes abban azt az induló 50 kreditet elkölteni például új üres szlotokra, hogy netán későbbiekben megszerez egy új páncélt, ami megtetszik. Tulajdonképpen például, szóval ne ilyen kubró tojásra és ilyen fasságokra költsed, mert annak nincs értelme. Szóval az induló karakterekről pedig ugye három van, Excalibur, Meg és Loki. Kezdjük ugye az Excalibur, mondhatnám ő, hogy egy ilyen tipikus, ő egy elég offenzív karakter a képességeiből adódóan, szóval elég, tehát talán ő van legjobban felruházva páncéllal és élettel, és a képességei olyanok, hogy tipikusan egy offenzív karakter. Természetesen, hogyha a defenzív képességei is vannak, mert mindig karakternek vannak képességei, tehát például Excalibur defenzív képességének mondani azt, hogy bemegy az egy tömegbe, szélcsap közöttük is így széthullik mindenki, és elhaláloznak tulajdonképpen. Valameg, amiről mondhatnám azt, hogy ő talán az egyik defenzívebb a három induló közül, aki, tehát őnek ilyen magnetikus képességei vannak, és természetesen mint olyan, hogyha kell, akkor támadóba is rá tud menni, de az a magnetikus képességével széles tömegeket tud szerte foszlani, tulajdonképpen és széles körben hullanak körülötte az emberek, hogyha bekapcsolja az úgynevezett ultimate képességét. És itt van a Loki, amiről azt mondanám, hogy egy ilyen balansz a defenzív és a támadó között gyakorlatilag, mert nagyon jó maga a támadó képessége is, tehát ő átmegy így láthatatlanba, és akkor az ellenfél gyakorlatilag nem érzékeli, és aki van a környéken, mindenkit le tud zúzni, mert egy erősebb sebzést tud produkálni, és gyakorlatilag csak annyi látszik a kívülálló szemnek, hogy valami láthatatlan körben az ellenfél, és ott lezúz. Nem beszélve arról, hogy van egy olyan képessége, amit mondhatnám, hogy egy defenzív képesség, ami jól kombinálható egy támadással. Azért tudok erről annyit beszélni, ez az én karakterem, ugye. Jól kombinálható egy támadó karakterrel, le tud fegyverezni tömegnyi ellenfelet, és ez nem számít, hogy milyen szintű az ellenfeled, végigmegy egy hullám, lefegyverezi őket, átmész a támadó képességedbe, és gyakorlatilag lezúzol mindenkit. Nagyon jó defenzív képesség, hogyha arról van szó, hogy valamit meg kell védeni, és lőnek rád, ha lőnek rád sokan távolról, elsütöd ezt, lefegyverzed őket, és onnantól kezdve gyakorlatilag tied a pálya. A legdefenzívebb képessége pedig azt kell mondjam, hogy így kivetít magáról egy hologramot, ami elteri az ellenfelek figyelmét, és el tudsz menekülni, hogyha arról van szó. Nos, ennyivel indul tulajdonképpen a Warframe, és nagyjából ez az alap, aztán később remek és kurva jó kinézetű újabb páncélokat rakhatsz össze magadnak, és ezért is mondom, hogy érdemes újabb karakter helyekre beruházni azzal az 50 kredittel, mert tetszeni fognak a páncélok, és ki akarod őket próbálni. Első választásra mit ajánlanék, mert lehet, hogy jön majd ez a kérdés a kommentekben, hát azt ajánlanám, hogy azt választ, amelyik legjobban tetszik, amelyeket úgy gondolod, hogy ez gizda.
Ennyit. Tehát ne arra menj rá, hogy ú, ennek de jó képessége van, hanem arra menj rá, hogy ú, ez Gizlán nézhet ki jól. És például azt kell mondjam, hogy látványosságra meg és Excalibur képességei, látványra azok a legjobbak, tehát így a három közül, tehát így olyan látványos képességei vannak, és az egyik leglátványosabb talán az Excalibur, szóval azt válaszza, amikről úgy gondolod, hogy neked a legjobban tetszik Warframe, mert a Warframe-ben benne van ez, hogy ez a kinézett játék, ahogy Gizdán nézzél ki, és nagyon ráfektetnek erre is a játékban, hogy nézzél ki jól, és ez az egész ennek egy kis lényege is tulajdonképpen, hogy néz ki. Úgyhogy ha neten úgy döntesz, belevágsz a Warframe-ba, akkor ez döntsön talán elsőnek, hogy kinézett, nem az, hogy új, ennek ilyen képessége, annak olyan képessége, ez tetszik, és klik, és arra ráválasztasz, és ennyi. Végül jöjjön a multiplayer, de tényleg csak ilyen dióhéjban, Capture the Cephalon, Capture the Flag, ez móka ez a Cephalon, mert hogyha te viszed, akkor így beszél hozzá, de kicsit furcsa. Az igazság az, hogy ahhoz, hogy multiplayer lesz, és bizonyos szintet el kell érned, mi Tomival egyik TLS csak a szerencsék volt, kipróbálhattuk elsőre, még akkor is, hogyha nem volt meg a szintünk, mivel hogy először lépünk be, és ezért elsőre így kipróbálhattuk, de el kell érni egy bizonyos szintet, mert elég magas szintűek játszák, viszont attól elég jó lesz a szint. Persze minket aláztak rendesen a magasabb szintűek itt még most, de egymás ellen voltunk, mivel így egymás ellen elég jó kihívást állítottuk fel, mert hasonló szinten voltunk, és nagyon így élvezetesé tudtuk számunkra egymásnak tenni a játékot. És számomra nagyon különleges ez a játék, mondom, lehet, hogy annak, aki RPG-zik, az ilyen spell, meg kardozgatás, hogy jó, hát csak ennyi. Nekem, aki military shooter multiplayerekhez van szokva, ez egy nagyon jó, érdekes és különleges megoldás multiplayerre, és ezért is élvezem ezt, különböző képességeket elsütni, kideríteni, erősebb vagy ki annál a karakternél, vagy sem, gyakorlatilag ettől nagyon különleges számomra ez a kis játék. Na, de egyet van a multiplayer így röviden. Nagyon jó koncepció van kitalálva, nagyon sok XP-t hoz, az biztos, ezért is érdemes játszani, tehát így rendesen lehet fejlődni valószínűleg. Nem mentem még bele a multiplayerre, mert jó ideig nem enged engem se játszani, ugye. Lehet, hogy sok pénzt is hoz, és a többi. De nagyon mókára van kitalálva. Na, lényeg, ami lényeg, hogyha szeretnétek, nagyon szívesen készítek videókat Warframe-ről, sőt, időnként lehet, hogy nektek, akik az én nézőim vagy, aki felraknék egy-egy ilyen random játékot, egy-egy ilyen küldetés, mert csak így látványra is jó nézni. De nagyon szívesen készítek ezekről videókat, hogyha van kérdésetek, vagy lefordítani bármit valamit angolról, ami esetleg nem lehet. Tisztában vagyok vele, hogy Mörszegben elég nagy azért a Warframe közösség, és sokan nagyon jól értenek ehhez a játékhoz, értetek ehhez a játékhoz, és várom szívesen én is a tippeket igazából, hogy mit, hogyan, merre, hány érdemes. Ja, útközben meg bekerültem egy klánba, és így meghívtak, ami nagyon jó dolog, hogyha így észrevesznek a csatamezőn tulajdonképpen, és behívtak a klánba, már csak azért is, mert bevetek egy olyan klánba, ahova 20-an várnak csak arra, hogy belépjenek. Na, hát nem tudom. Na, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem élveztétek a videót, remélem egy átfogó kép volt a Warframe-ról, és hát akkor a következő videóig, sziasztok!